Sziasztok, ez itt a Tarkov egy percben. Ebben a videóban a fracture, azaz a törés kezeléséről fogunk beszélni. Eltörhetnek a lábaink, illetve a kezeink, vagy ha pekkesek vagyunk, mindegyik. Bármelyik törés egy fájdalom effekttel fog járni, amitől nehezebben fogunk látni, illetve végtagtól függően kapunk még negatív effekteket. A bal kar esetén 67%-kal lassabban használunk itemeket, illetve kutatunk át konténereket, és 50%-kal lassabban töltünk újra, vagy manipuláljuk a fegyverünket. Jobb kéz esetén 50%-kal lassabb használat és átkutatás, 67%-kal lassabb reload és célra tartás. Lábaink esetén lábanként 45%-kal lassabban járunk, igen, ezek összeadódnak, alacsonyabbat ugrunk, illetve a sprintelés további damage-et fog okozni. Na de lássuk, mit használhatunk. Sprint egyszer használatos, egy testrészre 5 másodpercet vesz igénybe. Alusprint 5-ször használatos, testrészenként 1 pontba és 3 másodpercbe kerül. Grizzly testrészenként 5 másodpercbe és 50 pontba kerül. Survival Kit 20 másodpercbe és 1 pontba kerül. Használtok Painkillert a hatások enyhítésére, de az csak fél megoldás. Én azt ajánlanám, hogy hordjatok magatokkal Alusprintet a konténeretekben, vagy egy Survival Kitet, ha gammátok vagy Epsilon konténeretek van. Ha hasznosnak találtátok ezt a videót, iratkozzatok fel és nyomjatok a like gombra. Vigyázzatok magatokra Tarkovban, sziasztok!